A Bihar megyei Magyar Középiskolás Egyesületek Tanácsának kezdeményezésére március közepétől egy új ifjúsági online platform indul Majom-sziget elnevezéssel Bihar megyében. Az internetes oldal leendő munkatársai háromnapos médiaképzésen vehettek részt Nagykágyán. Az újságírás, televíziózás és a rádiózás iránt érdeklődő középiskolás fiataloknak tartottak háromnapos médiaképzést Nagykágyán. Az esemény apropóját a nem sokára induló Majom-sziget ifjúsági online lap adta, amelyben a diákok saját élményeiket, tapasztalataikat írhatják le az őket foglalkoztató témákban. Azt a problémát vettük észre, hogy nincs egy platform az interneten, ahol az ifjúság, a diákság megoszthatja egymással a véleményét, vitázhatnak a iskolai dolgokról, és ezt a szerepet fogja elvállalni a Majom-sziget. Ez egy platform lesz, ahol összegyűjtjük a diákságot. A képzés során nagyváradi és kolozsvári újságírókkal és az Érhangja médiacsoport munkatársaival dolgozhattak együtt a diákok. A foglalkozásokon betekintést nyerhettek az online tévézés, podcast készítés és az újságírás világába. Kipróbálják magukat közösségi média tartalom gyártójaként, interjúalanyként és riporterként is. Figyeljük a fiatalok média fogyasztási szokásait, az előkészítő munkának a nagy része ezzel telt, tehát megtalálni azokat a csatornákat, ahol szerkesztett tartalmakat lehet a fiatalokhoz eljutatni, ezek legyenek komoly tartalmak, ezek legyenek szórakoztató tartalmak, de lehetőleg minőségi, tehát minőségi szövegek, hangok, képek, ilyeneket tudjunk a fiatalokkal legyártatni és eljutatni hozzájuk, meglátjuk, hogy milyen lesz a fogadókészség. A tervek szerint az oldal március 15-én, a Magyar Sajtó napján kezdheti el hivatalosan a működését. Az ifjúsági lapot a legnépszerűbb közösségi média felületeken és a majomsziget.ro oldalon találhatják meg az érdeklődők.